én belenőttem ebbe a házba. Tehát igazából nem változtatnék rajta semmit. Nem tudom, hogy most milyen házat terveznék magunknak, de én ez hozzám nőtt már. Tehát szoktam azon gondolkodni, hogy elköltözhetnénk-e innen, de fél életem itt maradna, vagy nem tudom. Tehát biztos, hogy nagyon megsenyvedném. Én nekem ez így jó, ahogy van. Tehát nem változtatnék rajta. Ez a ház, ez, ha jól számolom, 25 éve épült. Akkor építettük, amikor ide kerültünk Szombathelyre, rá egy évre. Hátborzongató erre 25 évre visszagondolni, hogy ennyi eltelt már. Ez annak az állapotában készült, hogy én befejeztem a vándoriskolát. Ugye ott volt egy diplomamunkám, de lehet, hogy ez az igazi. Mert ez tartalmazza mindazt, amit összeszedtem a vándoriskolán. Meg megtanultam, aztán így nagy erővel neki láttam. Nem tudtam elképzelni más, mint hogy fafödémmel készüljön. Bár abba az beleszólt, hogy azt szerettem volna, hogyha főleg a harmadik fiam, tehát a harmadik gyerekem a fiam, aki akkor, ő már ide született ebbe a házba, hogy azt lássa, fekszik a bölcső vagy a kiságban, és mindig csak ilyen fafödémet lásson, ezt így elképzeltem, és ez így is volt. De hát a lányok is úgy nőttek föl, hogy egy ilyen világban lenne, léteztek. Úgyhogy ez volt az egyik legfontosabb, bárhogy egy olyan környezetet teremteni, ahol normálisan lehet létezni. Akkoriban inkább a népi műveltség vonzott minket, mindezt úgy, hogy összekutyulva az antropozófiával, úgy gondoltuk, hogy ez egy ilyen sajátos életforma, amit mi itt élni szeretnénk. Akkor még én nem is értettem igazából, nem is gondolkodtam azon, hogy mit jelent az, hogy polgár már most a nem elcsépelt értelmében. Sokkal inkább egy ilyen új életet akartunk ide itt megteremteni, amiben ezek voltak a fontosak. Tehát, hogyha valami minta, ha ilyen értelemben keresek mintát, akkor inkább a népi műveltség kiegészítve mindenféle, amit akkor mi megértettünk az antropozófiával olyan szempontokkal. Tehát most arra gondolok, hogy az fel sem merült, hogy ne legyen tornáca a ház oldalán, mert azt egy fontos élettérnek gondolom, meg gondoltam akkor is, viszont itt most így, hogy használjuk, így most már tényleg tudom, hogy az is. Tehát itt sok mindent itt éltünk meg, itt tapasztaltunk meg igazán ebben a házban. Ennél a háznál fedeztem fel, amit addig tanulgattunk, hogy fú, milyen szép a tégla építészet, meg hogy meg lehet falazni minden is, de ennél, amikor nekem kellett kiraknom az oszlopokat, meg a lábazatot, akkor döbbentem rá, hogy azért ezek a, pláne a régi méretű téglák hogy ki voltak találva, és hogyan lehet ebből milyen módon építeni olyan részleteket, amiket eddig elsikadtak, majd megoldják a kőművesek. Itt viszont nekem kellett. Tehát, hogy nekem ezek ilyen felfedezések. Nem biztos, hogy ez a ház mindenkinek jó, mindenkinek alkalmas arra, hogy itt éljen. Olyan az elrendezése, hogy nagyon a mi életünkre lett szabva. De hát ez a legfontosabb része, ahol most itt ülünk, ami egy ilyen lakótér tulajdonképpen, a konyha, étkező, nappali, ahol itt élünk. És aztán ezek a szobák, amik innen nyílnak, azok egymásból nyílnak, fürdőszobán keresztül lehet jönni, menni benne, tehát ez az, amitől mindig azt szoktam mondani, hogy most megjelenne az ingatlan piacon, akkor biztos dobnának egy hátast a népek, hogy ilyet nem szabad csinálni. De nekünk ez így jól bevált.
Ugye sok, sok tényező alakította azt, hogy milyen ez a ház, a telek, hogy hol van, hogy hogyan lehet tájolni, milyen itt a beépítés. Amikor mi ide költöztünk, akkor ez az egész utca egy gyümölcsös volt. Valamikor az 50-es években parcellázták föl, ilyen hétvégi házas telkeknek, ennek megfelelően jó keskenyek ezek a telkek, de még ilyen régi gyümölcsfák voltak rajta a 30-as évekből. Most, ha kimentek és körülnéztek, akkor látjátok, hogy mi lett itt. De nekünk ez még, amikor idejöttünk, ez egy ilyen nagyon jó világ volt. Közmű csak víz volt, meg villany, tehát a következő fontos dolog az, hogy ami úgy azért illeszkedett ebbe a szerves gondolkodásmódba, hogy a cserépkályhákra terveztük a házat mindenek mellett, tehát hogy minél kevesebb kályhával ki lehessen fűteni, mert én azt mondtam, hogy nem akarok pincébe egy vegyes tüzelésű kazánt, ez ilyen rendkívül depressziós tud lenni. Ezért aztán cserépkályhák köré épült a ház. Itt volt egy hatalmas cseresznyefa, amikor ide költöztünk, amit mindenképpen meg akartunk tartani, de érintette volna a ház, ezért aztán a következő tervezési elv az az volt, hogy elgörbült a ház, hogy kikerülje a cseresznyefát, amitől egy jó bolondos alakja is lett a cseresznyefa, ahogy beköltöztünk rá, egy évre kiszáradt. Úgyhogy most már eltűnt minden nyoma, hogy itt ilyen világ volt, mint ahogy eltűnt a gyümölcsös is az utcában.